A Queen Bohén rapszódiájára kitört, pontosabban elindult a borvidéki rapszódia. 6 kilométerig még együtt volt a 2000 részvevő, az első nagyobb frissítő állomás a Remete utcából nyíló kablárköz a különböző távokra vállalkozóknak. Az utolsó nagy találkozás helyszíne volt ez, ahol többek között Szekszárd első embere is önkéntesként dolgozott, mint megtudtuk, már nem először. Itt a fröccs! Itt a fröccs! A tavaly évben is a Borvidék félmaratonnál a Bélkirály térnél segítette a frissítő osztásában. Most természetesen ezt a hagyományt folytatom itt a kablár közben. Mindenféleképpen szeretnék én is személyesen hozzátenni ennek a nagyszerű versenynek a sikeréhez. Hát az 5 km lefutásában gondolkodom, egyelőre még a tervező szakaszában vagyunk csak. A szurdokok, borvidéki hegy, illetve lejtmenetek bizony előbb-utóbb szétszórták a 2000-es mezőnyt. Nem sokkal a 11-16 kilométeres táv leggyorsabb egyéni vagy páros teljesítő után megérkezett a 30 kilométeres félmaraton plusz király kategória idei győztese, Zsigmond Előd, aki már az első lépéseket is ott a mezőny elején tette meg. Egyébként 2 óra 5 perc 19 másodperce volt szüksége a visszaérkezéshez.